Pusung Ling, a halott asszony. A Yangtze-en beli Czajtian faluban, mely 5-6 mérföldnyire volt a várostól, élt egy öregember. ember. Fiával együtt egy ótmenti fogadót tartott fenn, benne éjszakai szállást nyújtott a vándorkereskedőknek és taligásoknak, akik arra jártak áruikkal. Egy szép napon este négy ember jött arra, s ahogy a fogadót megpillantották, éjszakai szállást kértek. Az öreg ember azt felelte, hogy már minden alvó hely foglalt, a négy ember azonban lehetetlennek mondta, hogy visszatérjenek, és továbbra is kérték, fogadja be őket. Az öreg egy ideig gondolkodott, majd azt mondta, volna egy hely, csak attól tart, az nem lesz megfelelő a vendégeknek ám azok erősítgették, hogy akármiféle hely legyen az, ők nem lesznek válogatósak. Nem sokkal előtte történt, hogy az öreg menye meghalt, és a holtest még a házban feküdt. A férj távol volt, hogy koporsót vásároljon, s még nem érkezett haza. A fogadós a halottas szobába vezette vendégeit, s amikor beléptek, lámpát gyújtott, és az asztalra tette. A szoba hátsó részében egy mennyezetes ágyon papírral letakarva feküdt a halott. Hálóhely után nézve látták, hogy éppen négy ágy van még a szobában. A vendégek fáradtak voltak, rögtön lefeküdtek, és csak hamar horkolni kezdtek. Egyikük azonban nem tudott elaludni, és egyszerre csak valami ezt hallott a ravatal felől. Kinyitotta a szemét, és a lámpafényben mely éppen a ravatalt világította meg, azt látta, hogy a halott asszony fölemeli a takarót, majd leszáll az ágyról, s indul az alvók felé. Az arca sárgán fény lett, a fejére sejemkendő volt savarva. Amikor az ágyakhoz ért, sorra a három vendég arcába fújt. Az ébren lévő nagyon megijedt, s még mielőtt hozzáért volna, fejére rántotta a takarót, visszafojtotta a lélegzetét, és hallgatózott. Az asszony őrá rá is ráfújt, miként a többi vendégre, majd érezhetően távolodott, s hallani lehetett a papírtakaró zizegését. Amikor a hallgatózó kidugta fejét a takaró alól, és körülkém lelt, a halott már úgy feküdt az ágyán, mint annak előtte. A vendég nagy ijedelmében nem mert megszólalni, csak lábával rúgta meg titkon a társait ám azok meg sem moccantak. Ekkor kicsit gondolkodott, s úgy találta, legjobb lesz, ha felöltözik, és kereket old. Ám alig fogott hozzá, újra hallotta a neszt, mire rémülten csúszott vissza a takaró alá. Érezte, hogy az asszony ismét közeledik, többször ráfúj, majd távolodik. Nem sokára hallotta, hogy megrecsen a halotti ágy, az asszony tehát visszafeküdt. Ekkor nagyon óvatosan kinyújtotta a kezét, megragadta a nadrágját, magára rántotta, és ahogy volt, mezét lábrohant kifelé. Ám nyomban felugrott az asszony is, szaladt utána. A vendég félre csapta a reteszt, kiugrott az ajtón, és menekül, a halott pedig rohanvást követte. A vendég futtában segítségért kiáltozott, de a faluban senki sem hallotta meg. A gazda ajtaján nem mert kopogni, mert attól félt, hogy az úgy is későn nyitja ki. Ezért kiszaladt az országútra, azon futott, ahogy csak ereje bírta. A keleti külvárosba érve megpillantott egy kolostort, meghallotta a fahal hangját, mire gyorsan dörömbölni kezdett a kapun. A szerzetes azonban nem értette, miről van szó, és nem akarta beengedni. A halott már-már utolérte, és a vendég halálfélelemtől hajtva a kapu előtt álló fehér nyárfa mögé rejtőzött, amelynek négy-öt lábnyi vastag volt a törse. Ha üldözője jobbra tartott, ő bal felé igyekezett. A halott asszony egyre dühösebb lett, és mindketten egyre fáradtabbak. A halott egyszerre csak megállt, a vendég pedig verejtékben úszva, és lélegzetét vesztve lapult a fa mögött a halott most egy lendülettel kinyújtotta mindkét karját, és átölelte a fát, hogy így ragadja meg az áldozatát. A vendég iszonyodva esett hátra, s a halott nem tudta elérni, csak a fát ölelte át szörnyű erővel. A szerzetes bentről hallgatózott, s amikor már egy ideje semmit sem hallott, óvatosan előjött, és az idegent a földön fekve találta. Amikor rávilágított, Halottnak tetszett, ám a szíve, ha gyengén is, vert még. Becipelte hát a házba, az év vége felé, eszméletre térítette, megítatta forró vízzel, aztán kérdezgetni kezdte. A vendég mindent elbeszélt neki. Amikor a rémes sötétség foszladozni kezdett, a szerzetes megnézte a fát, és ott találta a megmerevedett asszonyt. Megrémült, és jelentette a dolgot az előjárónak, aki személyesen jött az ügyet kivizsgálni, és megparancsolta, fejtsék le a fáról az asszony kezét. Ám hát meg sem tudták mozdítani, mert a halott mindkét kezének négy-négy ujja, mint valami kampó, belefúródott a fakérgébe, oly mélyen, hogy a körmök nem is látszottak. Sok ember ereje kellett, hogy végre kihúzzák, s amikor az asszonyt lefektették, látták, hogy újai oly mély hagytak a fatörzsön, mint egy fúró. Hírvívőt küldtek az öreg fogadós házába, ahol nagy fölfordulás volt, mert a három vendéget halva találták. Amikor a hírvívő elmondta a történteket, az öreg sietve belement, hogy menye hol testét hazaszállítsa. A megmaradt vendég sírva kérte az előjárót. Négyen indultunk el, és egyedül térek haza, hogy fogják ezt elhinni a falombéliek. Erre az előjáró természetesen kiállított neki egy bizonylatot, s azzal bocsátotta haza, hogy e történetben senki se kételkedjen.